Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete. Ez egy általános jóslás, viszont biztos vagyok abban, hogy valami neked is szól, hiszen nem véletlen az, hogy te most éppen ezt a felvételt megtekinted. Persze megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például az ő szív üzenetét, vagy egy másikat. A jóslások díja 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a kép utal az ő jelenlegi helyzetére. Ő megjelenik a nyilvánosságon, találkozik másokkal. Itt vannak tárgyalások vagy beszélgetések. Szerintem ez kihat üzleti dolgokra is. A következő kártya mutatja az ő gondolatát. Itt látható a kutya, és az szimbolizálja a barátságokat. Itt megvannak ezek a baráti kapcsolatok. Amit a kutya még jelenthet, az a hűség, hogy ő hűséges hozzád, te vagy hűséges hozzá. És a következő kártya jelenti az ő érzelmeit. Itt megjelensz az ő érzelmeiben. Csodálatos ez a kép, hiszen jelenti a könnyűséget, a vidámságot, vagy a kreatív tevékenységet. Persze a te szépségedet is. A következő kártya mutatja azt, hogy mit közöl veled. Itt a virágcsokor jelent egy kreatív tevékenységet, mint itt ezen a kártyán ez is látható, vagy jelenti a te szépségedet, jó ízlésedet, nőiességedet, ez itt is látható, amit a virágcsokor még jelenthet, kreatív tevékenységek, vagy egy kellemes hír, egy meghívás, vagy egy ajándék. Mit szeretne közölni veled, de nem mondja ki? Itt ő jelenik meg, és bepillant a tükörbe. Lehet, hogy úgy nézegeti magát, és úgy gondolja, hogy a fellépése, a külseje nem olyan, ahogy te ezt szeretnéd, és ezen akar változtatni. Mivel itt betekint a tükörbe, itt tükröződik valami, és ez lehet egy ikerláng kapcsolat kettőtök között. A következő kép azt mutatja, hogy hogy lát téged. Itt vannak az értékek. Te értékes vagy számára. Itt ezek az értékek lehetnek ajándékok, és hogy ő meg akar ajándékozni téged, vagy te vagy egy ajándék számára. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a gyermek, jelentheti a gyermekeket, vagy utalhat ártatlanságra, vagy egy fiatalos kisugárzásra, de jelent egy új kezdetet is. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!